hogy megvolt a kötelező úgymond tiszteletkör. Mi az, amit ilyenkor végig kell járni egy pilótának? Ugye a repülés biztonsága nagyon fontos az mindenek előtt, tehát meg kell néznünk, hogy a repülőgép állapota az megfelel az előírásoknak, tehát keressük rajta, hogy nincs esetleg madár a lütközésnek a nyomai, tehát nem horpadt-e be valahol, nincs valami karcolás. Ugye megvannak azok a paraméterek, amiket ugye én tudok, és azokat ellenőrzöm, hogy ez tényleg ilyen, úgy működik-e, azt látom-e rajta, amit szeretnék. Különböző rendszerek, ugye a fék, hidrolika, nincsen folyás. Tehát mint amikor egy autónál, az autószerelő műhelyben is ugye nézzük, hogy nem folyik, nem csöpök, itt is meg kell nézni, de annál több mindent ellenőrzünk. Utasszállítóról van szó, és nagyjából a legkisebb és a legnagyobb között ez hol helyezkedik el? Ez egy Airbus 320-as repülőgép, ez a kategóriában, ugye ez a középkategóriás repülőgép között az egyik legnagyobb, ugye most 180 szék van a repülőgépben, de van olyan repülőgép is, amiben ez már 186 ülésre föl van tornázva, az is 320-as. Ebbe a családba tartozik a 321-es repülőgép, ami szintén a vizet kötelékében található, de az már 230 utas viszel. Tehát ez egy elég nagy repülőgép, és a hatótávolsága, tehát ugye most Tenerife-re repülünk, most nagyjából egy olyan 5 óra 15 percet fogunk repülni, ez bőven belefér, 6-6 és fél óra az a range, hogy így fogalmazott, tehát az a repülőidő, ami még biztonságosan teljesíthető. Mi itt az Budapestről Dubajba majdnem kihasználjuk, illetve Dubajból hazafelé szoktunk repülni 6 óra, 6 óra, 10 percet, úgyhogy elég messzire tud menni elég sok utassal, és nagyon gyorsan. És azért jó magasan ülünk, mi ott fent a pilotafülkével, tehát több mint 3 méter magasan kicsörgünk, a szájfesztál is a 35 méter fölött van, úgyhogy ez azért fontos, mert ugye ahol gurulgatunk a repülőtéren, ott nekünk azért tudnunk kell, hogy milyen a dimenzió a repülőnek, hogy nehogy sokan figyeljük a mozgásunkat, földi segítség is van, de mégiscsak én vagyok a felelős azért, hogy a szájvége ne üssek el valamit, és hogyha valóban le van írva, hogy 30 méter fölötti fesztával nem lehet bemenni oda, akkor nekem tudnom kell, ja, hát az enyém egy kicsivel nagyobb, úgyhogy akkor nem megyek be. Ugye egy igen nagy repülőről beszélünk, nyilván az emberek többsége a Jumbo-t, a 747-est ismeri, az egy nagyon nagy gép, hát az nyilván összesen lehet ezzel hasonlítani. Tehát én nagyon kedvelem, én azt gondolom, hogy ez az egyik legjobb, amivel repülhetek. Nyilván az autók is, hogyha a 3-5000 méteres hegyek között mennek, már kevesebb a lóerő, amit ugye ki tudunk használni. A repülőgépeknél ez ugyanúgy megvan itt a Földön, amikor ráteszem a legnagyobb teljesítményt, akkor kijön belőle mind, ami a csövön kifelé, ahogy szokták mondani. Ugyanez fönt, már hiába is akarom megnövelni a teljesítményt, mert sokkal több idő kell neki. De a felszállás, tehát általában tehát a nulláról, ugye most ilyen 140, tehát olyan 280 km/h-nál veszük föl a gépet a földről, azt azért egy 30-35 másodperc, 40 másodperc sűrűtőfüggően az megvan. Úgyhogy azért el lehet képzelni, mekkora. A számokat azért nem akarom mondani, mert tényleg nagyon függ attól, hogy milyen körülmények között visszük, de el lehet nekem inni, hogy azért ez egy nagyon erős fertőzött.
tevékenységünknek egy része a repülőgépeknek a műszaki kiszolgálása, amit a betonon zajlik, az a utasok számára sokszor nem annyira látványos vagy látható. Beleértve itt a különböző műszaki eszközök, utaslépcső, földi áramforrás, repülőgép retétele, repülőgép vontatás, jégtenítés, ezeket kevésbé látják az utasok. Repülőgép típustól függően akár 3-5, de akár 40 tonnát is felvehet egy repülőgép a kerozinból. A földi állásidő alatt úgy kell a különböző szolgálatoknak a munkáját, földi kiszolgáló tevékenységeket úgy kell összeállítani, és egymásra, vagy egymással összehangolni, hogy az üzemanyag tankolás is közötte legyen, és ez ne befolyásolja a repülőgép járatnak az indulási idejét. Fél óra fordulási idő megállástól a repülőgép ajtaja kinyílik, a megállás után utasok kiszállnak, fedélzeti karbantartás, tankolás, rakodás, ezek benne vannak ezekben a tevékenységekben, és utána az ajtó bezáródik, megvan a fél óra 35 perc, és utána a repülőgép útnak indul. Rendben vagyunk? Rendben van a gép. Halleluja. Jó, köszönöm szépen, nyomatjuk. Ez egy nagyon fontos műszer nekünk, ebből látjuk a repülőgépnek a térbeli mozgását. Tehát, hogy ugye most nagyon könnyű dolgunk van, mert kint szép idő van. De amikor ködbe, rossz felhőbe repülgetünk, akkor nincsen vizuális viszonyítási alapunk. Ez a műszer mutatja, hogy emelkedünk, süllyedünk, hogy fordul a repülőgép. Ezen tudjuk majd nyomon követni, hogy merre járunk, tehát hogyha be van programozva az útvonal, akkor nekünk végig mutatja. Itt kapjuk meg a különböző paramétereket. Ugye, amiket én kint most megnéztem, amit láttam kívülről, az nagyon szép, de itt mondom, meg tudjuk nézni, mi van belülről. Tehát, hogy az adott szisztem, vagy a rendszer, az úgy működik, ahogy kell, és azok a paraméterek, amiket nekünk használni kell, benne van-e. Ő a gázkar, ugye autós műsor, tehát ugye ezzel adjuk majd meg azt a teljesítményt, ami alapján én nagyon gyorsan föl fogunk majd tudni emelkedni a földről. Ugye nagyon sok van, hát ez csak egy demonstrációképpen meg tudom mutatni, hogy itt azért tud világítani rendesen. Ha valaki repül egy-két személyes kis motoros repülőgéppel, vagy vitorlázó repülőgéppel, ahogy én is szoktam csinálni, ott sokkal közelebb vagy a természethez, a közeghez. Jobban érzed a kisebb időjárás változást, fölle mozgásokat, az jobban ráz, jobban mozog, és hogy gyorsabban is reagál a repülőgép a mozdulatokra. Minél nagyobb a repülőgép, nyilván nagyobb a tehetetlensége is a szerkezetnek, úgyhogy azzal már nem lehet pillanatok alatt 90 fokos bedöntést csinálni, ugye ezzel sem. Mert ugye másra van kitalálva. De mint pilótaként, mint vezetni a gépet, tehát az, hogy most valaki egy 747-es, vagy egy Airbus 380-as, vagy ezt vezeti, nekünk úgy különbség nincs, mert ugye itt már a hidraulika segít nekünk. Fizikálisan képtelenek lenné megmozdítani a kormánylapátokat, akkora erők lépnek föl, egy ilyen 800 km/órás sebesség, egyszerűen nem tudnánk mit kezdeni. Ezért egy nagyon bonyolult hidraulika elektronikus rendszer segíti a mi munkánkat. Egyébként ugye itt látható az a side sticknek hívjuk, tehát itt már nem botkormány van, mint a többi repülőgépben, vagy a Boeingokban, hanem itt mi ezzel vezetjük a gépet, tehát, és a levegőben ugyanez a kormányerő, mert segít nekünk a hidraulika, meg az elektronika. Úgyhogy, de mit pilóta szemmel, érzése ugyanaz. A pilóta irányít, a rendszer meg segít. Mibe segít? Abban, hogy ne fáradjak el, hogy
fontosabb legyek, tehát az én, tehát a mi ötleteink, gondolataink és akaratunk érvényesül a robotpilótán keresztül. Tehát a repülőgép magától nem fog elmenni A-ból B-be, nekem kell beprogramoznom, nekem kell beállítanom, viszont egy nagyon nagy segítséget ad nekem abba, hogy útvonalon ő vezeti a gépet, nekem nem kell folyamatosan vezetnem, tehát egy ilyen 6-8 órát nem lehetne azzal eltölteni, hogy én az repülök, mert az ember ugye elfárad meg. Tehát ha így fogalmazzuk, tehát hogyha ezt követjük, akkor én azt mondanám, hogy a pilóta az a 100%, és a rendszer meg segíti. Minden egyes repülőgép mozdulat mögött ott van a pilóta, aki ezt betervezte, aki ezt figyelemmel kíséri, és esetleg, hogyha kell, a korrekciót végezni.